jellemző. Ennek a dalnak én írtam a zenét, és a Reggio Christian írta a szövegét, és az a címe, hogy Emlékeznek ránk, és ez a dal rajta van azon a lemezen, amit a Rédei Évánál lehet kapni a Lángtékába, az a címe, hogy Így öten. Ez a lemez négy színésszel készült, és velem, azért az a címe, hogy Így öten. Mácsai Pál, Fűr Anikó, Básti Juli és Nagy Ervin. Tehát Emlékeznek ránk. Köszönjük szépen, szerintem ez is felejthetetlen, volt, van, de lesz is.
És aki szeretné dedikáltatni ezt az Így öten című CD-t, akkor ezt most megteheti a Dés Lacival és a Fűr Anikóval. És továbbra is azt kérem, most már nincs annyira szabad foglalkozás, mint korábban volt, tehát aki éhes vagy szomjas, az önkiszolgálás van, akkor azt szolgálja ki magát. És most mindjárt ki is jön, jaj, ki is jön. Hát gondolkodnom kell ezen egy kicsit. Ja, megvan, megvan. A Neumann Zoli fog a zongoránál ülni, és a Hábetler Andris fog énekelni. És én se tudom, hogy mit fog énekelni, mert nem árulta el. Úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, és mindenkit arra kérek, hogy a kordonon belülre jöjjön, mert ez életveszélyes ott kint állni. Jugi, kértek bejjebb. És mindenkit arra kérek, hogy vigyázzon magára, mert én nem vállalom a felelősséget. Ezt már most megmondhatom. Köszönöm szépen, akkor lássuk, halljuk. Mindannyian ismerünk, a My Way című dal, amit mindannyian jókat szoktunk sírni. Ja, bocsánat, én Hábetler András vagyok, és Neumann Zoltán fog kísérni. Köszönjük szépen. Szóval, hogy van ez a My Way című dal, amit elénekelhetnék, abban nem lenne semmi túlváj. Egy picit átírtuk a szövegét, legalábbis én, de úgy írtam át, hogy nem, hogy muszáj olvassam, mert nem vele fog bakizni. Eléggé izgulok, úgyhogy a kis gépemet megnyitom. Na Zolikám, utcú. Ezt a dalt Rédei Évának és a 35 éves Lángtékának ajánlom. Volt egy kis könyvüzlet, féláru volt a neve Téka, s egy új volt vezető, a gilis nő, név szerint Éva. A készletet s a vevőkört gyorsan bővült, és nem hiába a kicsi volt népszerű lett Lipóci ában. Hősünk boldogtalan, nem békél meg a félárusággal, tervet forral, vacsorát főz, a főfogás só lett tojással, kaja után Druckerev társ övet lazít, s boldogan mondja, magáé lesz a vállalat
kiemelt boltja, de 89 elérkezett, és Erdős úr befektetett, 5 forintért ment minden könyv, ha megnyitod, remeg a föld, kígyózó sor, hisztéria, angolatéka. 35 év, az nem kevés, a könyvbiznisz nem könnyű szakma, a bolt kicsi, a verseny nagy, s a nervvilág minden felfalna. Egy esély van, a minőség, és a meló lélekkel, szívvel. De csak, bocs, ez nagyon fontos, ne csak egy bolt, agóra légy, sok mit mindenki ismer. S egy aprócska nő csodát csinált, itt telik áll a félvilág, utcát foglalt, piknikezett, megmozgatott 10 000-eket. Ne húzzuk már, közöntsük már, Lántéka Évát. Értető volt a szöveg, minden?